bocskor. Egy picit vegyített plastik közönséggel és élő közönséggel, ugye a háromfős szerkesztőség. Köszönöm szépen, tényleg jól esik. Tényleg nagyon kedves mindenkitől. Hát akkor kezdjük a vendégsorral. Örülsz nekem, hogy itt vagy velem? Igen, itt van velünk Krisztóf Évi. Ubrankovics Júlia. Kabát Peti. És Bárdosi Sanyi. Dodds Sándor, Dodds Sándor. Hát sajnos még mindig ugye erre szorítkozunk, hogy, hogy műsikert arassunk a kis tabletgépből, de hát ezt most már megszoktuk. Na, mindenki jól van, mindenki rendben van. Évi, mi van? Tényleg? De te úgy izgulsz mindig, hogyha itt ülök, így ki vagy tőle? De emlékszem, amikor először voltál nálam? Akkor te közel akartál hozzám ülni, hogy, hogy biztonságban érezd magad. Hát jó, hát de ez régen volt. De tényleg izgulsz, ha itt az Évi? De hogy izgulok, hogy itt, imádom, amikor itt van az Évi. Abszolút. Na, Júli, te meg nagyon-nagyon ritkán látogatsz Magyarországra, tökre örülök, hogy itt most vagy. Most vagyok itt először, úgyhogy kicsit féltékeny vagyok, itt mert többször voltam. Igen, igen, de hogyha jönnél többször, megnyugodnál. De hol élsz, Amerikába? Is. Igen, meg én nagyon meg. Szeretem őt. Meg engem vagy Amerikát. Mind a kettőtöket? Meg hol még? Vagy két laki, vagy mi? Igen. Igen, olyan, mint a rózsa. Tehát Amerika, meg Magyarország. Így, pontosan. Igen. Na. Na jó, Júlit ugye legutoljára... A Júli, Júli lefordította a pólómat. Jó, hát, bizony. Igen, remek, Peti, tényleg örülök. Azért van most kívül a hónajszag. Nem ki. Kamácsó, nincs kamácsó. Azért jöttem feketébe, hogy ne látszódjon. Amúgy a fejére látszódik, úgyhogy ne rakj. Jó, de ez a különbség köztünk, hogy én nem izzadok, mint a dög. A Peti azért volt feketét. Szóval Julit, ugye legutoljára, tehát én most elkezdtem keresgélni róla a dolgokat. És mit találtál? És még mindig ez a tanár történet. Tehát, hogy a tanár szerintem. Első évadjában ugye Juli volt a tanárnő, és aztán ugye volt az a csúnya válás, és még mindig ez a sztori, amit itt kérdeznek még ma is erről? Hát nem, most már ennek két éve, azóta történt néhány dolog az életemben, és... Ez olyan szomorúan mondod. Nem, én nagyon boldogan mondom, hogy hál' Isten, tehát egy csomó minden, úgyhogy... Mi? Igen, hát színésznő Amerikában. De mi történt? Mi történt, Júli? Hol kezdjem? Figyelj! Az van, hogy visszamentem, amikor a tanárt befejeztük, és elváltak az útjaink, és aztán csináltam egy színházi előadást New Yorkban. New és Yorkban? Aztán bizony. Mindentől elrájul, ami amerikai. Én imádom, hogy szeretem Amerikát. New York? Jó, én ott fejlés ott fogok. New Yorkban csak dolgoztam, New Yorkban is laktam. Fú, én volt nagyon jó. Fú, de jó. Broadway. New York nagyon jó. Az is ott. Brooklyn. De most tényleg a Brooklynban nincs színház? Amerikai helyszíneket soroltak fel. Ennyi, volt a híd, és a másik fele Brooklyn. Remek, Peti. Köszönöm ezt is. De ott nincsenek focipályák, Peti. Látom, hogy már egyáltalán senkit nem érdekel Julinak a karriere. Csak az, hogy ki tud több amerikai helyszínt felsorolni. Ez beteg. Tényleg, ez beteg. Ugye? Nem, de komolyra fordítom. Szóval New Yorkban csináltam egy előadást, és aztán utána... bejártam egy kicsit Amerikát. És mi volt a címe az előadásnak? Az volt a címe, hogy a kutya, az éj és a kés. Hogy de Hunti Nachton des Messa. Na jó, szerintem hagyd abba ezt az interjút. Ezt a darabot ez nem bíz rám, a kutya, a kuka és a kés, most nem beszéljük meg. Kuka! Vagy, mi volt kutya? A kutya, az éj és a kés. Az éj. Az éj és a kés. Szuper. De a kutya lejön az éj és előkörül a kés. Ja, értem. Köszönöm a lényegfordítást. Volt benne vér, ez a lényeg. Volt, rengeteg vér volt benne. Rengeteg vér. Akkor azt is láttam azt a fotót, amit totál vér voltál. Így van. Sőt, ettem is kis vért. Kis vért. Igen, ezt Kiss koncerten láttam utoljára, de mindegy, ez vicces volt, csak te nem értetted. De én azért rögtem. De tényleg rögtem. Na, kezdjük el a témákat. Egyébként egy picit filmes lesz a téma, ugye néhány hónapja pont ebben a műsorban már próbáltuk megérteni, hogy mit akar elérni ez a Black Lives Matter mozgalom, és innen Magyarországról nézve elég furcsa következményei lettek itt még a nemzetközi porondon. Legutóbb például az Oscar-díjjal kapcsolatos bejelentés. Elmondom nektek, hogy itt mit jelentettek be. Azt mondták, hogy 2024-től, tehát kb. 4 év múlva a legjobb filmnek járó Oscar jelöléshez, tehát ahhoz, hogy jelölhessék egyáltalán a filmedet, számos új feltételnek kell megfelelni, és most tényleg a teljesség igénye nélkül egy párat ebből felsorolok. Azt mondják, hogy ha filmet akarsz jelöltetni az Oscarra, legalább egy főszereplő vagy fontos mellékszereplő
alul reprezentált faji vagy etnikai csoportból érkezzen, és a szereplők legalább 30%-a minimum két alul reprezentált kisebbségből származzon. Még folytatom. A film foglalkozzon olyan témával, amely a nőkkel, a kisebbségekkel, a fogyatékkal élőkkel és az LMBTQ közösséggel kapcsolatos. A szabályok előírják, hogy milyen százalékban kell részt vennie egy film elkészítésében különböző etnikumú, női, valamilyen fogyatékkal élő vagy LMBTQ közösséghez tartozó alkotóknak, színészeknek, szakembereknek és közreműködőknek. Akkor most magyarul mondnál rá, légy szíves. Az nem számít, hogy mennyire jó a film? Tehát, hogy az mindegy? Ez egy jó kérdés. Csak azért, hogy bekerülhessen és meg... Jó, de hogy figyelj, én csinálok egy tök jó filmet. Fehérekkel. De te ne aggódjál, mert te magyar vagy, tök jó a sztori, semmi köze nincsen a senkihez. És nagyon jó, és elvileg nyertem volna most korábban Oscar, de most de nem fogok, mert kizárnak a versenyből? Nem zárnak. De, Júli, ez arról szól. Nem. Tehát az, hogy te mondjuk magyar vagy, az már fedi azt, hogy te egy kisebbséghez, egy kisebb népcsoporthoz tartozol. De mondjuk egy amerikai filmgyártó, a Jó Bárdosi úr, tehát nem magyar vagy, nem külföldi filmként, amerikai filmként. Akkor jó, ha amerikai filmet szeretnél, és... Hát mi mást? Te úgy játsszuk, hogy te is amerikai vagy, hát akkor, akkor meg kell felelni a további elvárásoknak. Na jó, de ez egy nonsens. Hát az. Tehát Amerikában mindenhol kvóta van, ugye? Tehát akár egy gyors étteremben mész el dolgozni, akár egy egyetemre akarsz felvételizni, van kvóta, nem? Ez így van, van kvóta, és... Oké, okay. Azt mondják, hogy ez pozitív nem? Megkülönböztetés. De erről nem lehet ennyire... De ez lesz most. Igen, de ez mikor nem szerintem beszélni. Nem, nem tudok válaszolni, mert hogy fóta van vagy nem, végül is az van, de hát Amerika... Jó, de nem, akkor erre válaszolj nekem, hogyha te ezzel egyetértesz, hogy ugye pozitív megkülönböztetés, az milyen? Tehát gyakorlatilag, hogyha van egy fix számú hely valamire, és mondjuk oda egy etnikumot betolok, mert ugye az a kvóta, akkor az valakinek a hátrányára megy. Akkor ez egy hátrányos megkülönböztetés egy bizonyos csoport számára, nem? Igen, ez így van. De és akkor most ezzel mit mondasz? Hát ez azt mondom, hogy a változásnak itt van az ideje, és szerencsétlenek próbálnak meg valamilyen elvárások mentén változtatni azon a rendszeren, ami idáig volt. És, de csak és azért jelentkezem, a tanárba volt, nem? És ő volt a tanár. Ami eleve megkülönböztetés, tök megy, hogy pozitív vagy megkülönböztetés. Az már rasszizmus. De az a keménység, hogy úgy csinálsz, mint a értenél hozzá. Nem, az a baj, hogy én ezt tényleg értem. Igen, Peti, amit szeretnél. Na. De nem az, Peti. Figyelj, a focistákat megkülönböztetnénk, csak hogy értsd te is. Fordítsd már, mert nem értettem. Mondjuk a 11 fős csapatnak a fele, ami nehéz ügy, mert 11 színesbőrű. A felének színesbőrűnek kell lennie. És te azért nem kerülsz be, mert fölvettek egy sokkal bénább feketét, most csak mondom. Befújnám magam, majd lefesteném, és úgy játszanék. Peti! Hát csak hogy játszak. Na most akkor ez jó így? Nem jó, de ez gáz. Jó. Hát annak kell oda kerülni, aki a legjobb, nem? De itt ennek volt aztán még folyamánya, mert például ugye Amerikában sportklubokat neveztek át, élelmiszereket, ismert brendeket, márkákat neveztek át. Ez például ki akarja? A társadalom akarja? De vagy a cégek jó? Döntenek úgy, hogy úristen, jobb megfelelni, és akkor inkább átnevezem magam. Ez kinek a kívánalma? Emlékszem, hogy még a régi időben voltak bizonyos élelmiszerek, amik... A négercsók, ezt akartam mondani. Igen, köszönöm, erre gondoltam. Ezt árulnak, én rosszul lennék még a gondolattól is. Vagy Júli, kérsz egy erős feketét, Júli? Érted? Igen, pont erről beszélek, hozzak hogy neki. Ez ennek itt az ide, hogy ez valahogy változó, nem kell, köszönöm szépen a kávét. De ez annyira mű, ez annyira nem igazi, ez annyira és ez mikor hiteltelen. Lesz? Ez mikor lesz? Mikor lesz ez? Nem, 2024. Még 4 év. Sándor, még 4 év van addig. Hol van még karácsony? Hol van az még? Júli, egyébként mondjuk tegyük fel, nagyon-nagyon beindul az amerikai karriered, nem tudom, 2 év múlva Oscar-díjra jelölnek valamilyen szerepért. Most ebben a műsorban te figyelsz a szavaidra? Hogy akkor, mert ugye Jimmy Fallonnál is például, hogy ezt a... 20 évvel ezelőtt csinálta, amikor... Rendben van, de pont ilyen okból te figyelsz arra, hogy most hogy mondod helyesen, amerikai módon PC, mert előkotorhatják ellened. Előkotorhatják, igen. Tehát te most figyelsz a szavaidra. Tehát gyakorlatilag nem az a véleményed, amit mondtál. Nem, az a véleményem, amit mondtam, nem hiszem, hogy itthon oda kerül a sor, hogy tényleg 2 év múlva előhúzzák azt, amit az ember... Nem, Amerikában előhúzzák, amikor majd ott ünnepelteted magad a vörös amikor szőnyegen. Amikor megkaphatnád.
Igen. Igen. És akkor csak azt mondják, hogy jó, hát itt még a saját a hazájában nem, de én komolyan így gondolom, vannak olyan dolgok, amiknek változniuk kell. Tehát a szőkenős vicceknek az ideje is hál' Isten lejárt. Egy ideig mosolyogtunk rajta, és mondta, hogy oké, mikor lesz már vége, aztán végre lecsengett, most már sokkal kevesebb. Azt gondolom, hogy ezek tulajdonképpen jók, hogy változnak. Nem kell feltétlenül egy fekete férfihez hasonlítani azt a... De nem, mert időről időre azért előkerül egy jó szőkenős vicc, azért azt lássuk. Jó, azért nem kell egymás közt és otthon én hallottam már eleget, nem biztos, hogy a következőnek is örülnék. Nekem is szőke a feleségem, ne is félre, tehát én elfogult vagyok. Egyébként mi lenne, ha sportba átkerülne ez a kvótarendszer? Tehát Évi például... Pont ezen gondolkoztam, tudod miért nem tudod, mert a sportban a teljesítmény az abszolút egy mérhető. Tehát azért nyilván a pontozás a sportágoknál nehezebb, de például a fociban a gól az látható, hogy gól. Jó, de nem mindegy, nem mindegy kirúgja. Ki az, akinek megvan a lehetősége, hogy oda kerüljön, hogy például sport, de a sportban nem fogják azt tudni megmondani. Tehát figyelj, ha most gondolj bele, ugrik valaki 8 méter 2 centit, a másik pedig 7-60-at. Nem küldött ki az olimpiára a 7-60-asat, mert de, nem de fog... miért lehet, hogy az nem tudom. Nem tudom, csak kiküldenék, de... De nekik lehet, hogy mindegy, mert van egy 9 méteres kis... De pont arról van, hogy a lehetősége meglegyen mindenkinek kvázi, és ezt nem tudják elérni, igen. És nagyon rossz a rendszer, hogy oda tudjon egyáltalán kerülni. Tehát pont az a baj, hogy rengeteg olyan egyébként tehetséges fiatal nem rendelkezik olyan családi háttérrel, ami megengedné neki, hogy teniszező legyen például, bár megvan a tehetsége. De ezt nem lehet megoldani. Tehát igen, nem lehet mindenki. Nem lehet mindenki. Én a sportban azt látom, hogy szerintem én azt látom a sportban, hogy sokkal reálisabb. Tehát szemmel látható a tény. Győzöl, nem győzöl, ügyes vagy, nem vagy ügyes. Tehát azért nem igen, olyan... Ha anyukának nincsen pénz, akkor nem tudsz elmenni a teniszórákra. Jó, de nem is választok teniszt, mert anyukám pedagógus. De van egy másik kvóta, elnézést, Évi, csak a sportban. Mert ugye, Peti, ezt te tudod megmondani. A futballban, a különböző ligákban, nem tudom, Bundesliga, Premier League, stb. Megvan határozva, hogy mennyi külföldi lehet mondjuk már a Manchester, Manchester Unitedban, Bayern Münchenben, Fradiban. Nincs meghatározva? Nincs. Labdában viszont megvan határozva Magyarországon. Most nem akarok hülyeséget mondani, de volt egy ilyen szabály. De ezt nem mondják, azt úgy mondják, hogy idegenlégiós. Igen, nem a bőrszín szerint nézik. Aki nem magyar, tehát most arra gondolsz mondjuk Magyarországon, hogy meg volt határozva a külföldiek száma. Arra egy klubcsapatban. De már szerintem nincs ilyen, már 11 kezdőből mind a 11 lehet külföldi. Tehát gyakorlatilag valaki lehet vérbajor úgy, hogy mindegyik gánai? Micsoda, igen. Még egyszer? Igen. Vérbajor, hogy mindegyik gánai. Így értettem. Mindegyik mert a birkózásban évekig voltam kint a Bundesligában birkózni, mert van nekik az is. Azt hittem focisták. Nem, az nem csak fociból van ám Bundesliga. De mi birkózás, hogy Bundesliga? Hogy ne lenne, igen, és nagyon kemény, és vannak olyan csapatok, mit tudom én például Bayern a Hamburg. Mert a Bayern München. Az is van. De a Hamburgnak például volt olyan, hogy bementem az öltözőjükbe, és az én érmeim, meg az én eredményem az semmi volt, mert a legkevesebb háromszoros világbajnok volt. És az összes, és akkor hozták be azt, hogy jó, nem lehet az összes külföldi. És akkor azt hiszem, hogy három a hétfős, igen, hét csúcsoport volt, a hétből három lehetett. Na, ez például egy negatív megkülönböztetés. Azt mondják, hogy hát nem vagy német, bocs, nem lehetsz benne a bundesliga. Miért? Hát az ő hazája, ő mondja meg. De látod? Tehát, de ez gáz, nem? Itt már nem azt számít, hogy... De meg legyél elég jó külföldi, hogy bekerüljél. Na, várjatok, akkor még menjünk tovább. Itt nem csak a bőrszín, meg a etnikum hova tartozás, stb., hanem itt például a szexuális beállítottság is téma volt. Például Juli. Na ez érdekel! Mondja, ez érdekel, mi vagy? Na ez érdekel. Nem, az érdekel engem, hogy hogyan ellenőrzik, hogy ki milyen szexuális beállítottság. Nem tudom, nálam is senki. Kellek senki nem ellenőriztem. Ez tök egyszerű, bocsi. Ő tud rá megoldást. Na, nem, mert a dopingvizsgálatnál azt is megnézték? Nem, a dopingvizsgálat nem az, de egyébként nézték. Meg kell, tudom, hogy a vadasszony kezébe volt már, nem? Az ügy. Hát nem, ő nem fogta, azt nem foghatja meg. Nem, de nézi közelről, nem? Nézi közelről, nekem igen. Is volt. Nagyon nézi közelről. Innen nézi. És szándékosan így ráztam, tudod, hogy... Nehogy az acskóból jön ki, nem? Igen. Jó, de jó, akkor más kérdezem. Be kell próbálkozni egy hapsinak és egy nőnek, és akkor amelyikre mosolyog, hát nyilván olyan be. Na jó, de hát ez csak önbevallás alapján lehet, vagy valaki coming out-tól
tartnak a saját akarata azt ellenére, kell. De ez nagyon gáz. De mi van akkor, hogyha én feketének vallom magam? Tehát hogy ellenőrzik azt, hogy én nem vagyok fekete? Tehát van egy színskála, mint a fogfehérítésnél, hogy lerakom a bőröm valahova? Én fekete vagyok, én afroamerikai vagyok. Jaj, te szerecsen vagy. Hát az hogy? Na hogy? Hogy ellenőrzik, hogy nem? Nem ellenőrzik. Vallhatod magadat feketének úgyis, hogy így nézel ki. Picit ilyen lenéző volt a bőrszínemet illetően. Nem, ez így fehérként is mondhatod azt, hogy te feketeként identifikálod magadat. És akkor ezt elfogadják, és akkor én a kvótába beleférek. Tehát én mondhatom magamra, hogy színes bőrű vagyok? De mondhatod. Peti, te félig az egyetemre nem vesznek fül emiatt, akkor ezt mond. Utána már nem mondom azt. Egyébként azt hiszem, hogy hasonló, amit te fogalmaztál meg az előbb, Kirsty Alley a Twitteren nyilatkozta ezzel kapcsolatban, idézem, el tudjátok képzelni, hogy Picasso-nak megmondjátok, mi legyen a k***ott festményein? Ti mind megőrültetek, kontrolláljátok a művészeket, kontrolláljátok az egyéni gondolkodást, ez az Orwell Oscar. Na hát mi máshol nem most, a rasszizmus. Ez, viszont ez a rasszizmus. Várjál, ezt viszont törölte a Twitteréről, szerinted miért? A menedzsment szólt neki, vagy ez közfelháborodás? Többen szóltak neki, hogy ez too much. De akkor mi szabadabb országban élünk, nem? Igen. Több szempontból igen. De több szempontból, amiket mondunk, azoknak kevésbé van következménye hosszú távon. Jó, akkor még, tehát tegyük fel, a hollywoodi amerikai állampolgárságú Bárdossy Sanyi akar készíteni, és Oscarra szeretné felküzdeni mondjuk egy filmet, mondjuk a vikingekről. Hogy rak bele egy színes bőrt? De a hunokról. De én nem arról, hogy most mindegyikbe kell beletenni egy színes bőrt. Ez itt nincs van, benne. De itt van. Mindegyikbe kell beletenni valakit. Átadom neked papíron. Nem, például... De lehet a sminkes is állítólag. Figyelj, tehát, hogy fehérek a vikingek, viszont a sminkes... Bocsi, mondok egy konkrét példát. Például kellene bele viking. De nem kell bele viking. A vikinges filmben minek viking? Figyelj, én kitalálom. Azt mondom, mert nekem egyébként ez egy szívügy. Ez egy szívügyem, amúgy is egyébként, úgyhogy ez egy jövőbeli program lesz, hogy én például meg szeretném filmesni a Fehér Ló fiát. Most azért, mert ez a címe már nem jelölhetik az Oscarra. Nem, jó a cím. Nem jó a cím. Azért, nem mert Fehér Ló fia. A lófia. A lófia. Nem jó. Ez nem jó. Nem felel meg a szabályoknak semmit. Jó, gyerekek, még mindig nem rakunk bele fogyatékos, tehát most már... A fekete lófia úgy már jó. A fekete lófia jó. Valhatod magad, Peti, színesbőrűnek és melegnek, de még mindig nincs... Fel vagy véve. A Ben Hur az ma hogy menne? Tehát a kerekes székel zélnék ott a küzdelmet az szekély helyen. Miért a kocsi harc már meg is van? Megvan a kocsi harc. Tehát hogy laksz bele egy fogyatékost a Ben Hurba? Miért simán beleraksz? Na hogy? Hát hogy, aki mondjuk rosszul lövi az íj, nyílat. Aki nem, aki rosszul lövi, az fogyatékos? Hát akinek fogalma nincs, mi az íj, belerakod, az fogyatékos. De akkor mi, hogy érted, szellemi fogyatékos? Azt is belerakod, aki... Most annak a kitételnek megfelel, hogy fogyatékos. Hányszor láttad a Ben Hurt? Egy kezben nem tudom megszámolni. Figyelj, nagyon sokszor látom. Ha telefonon hívlak, és mondjuk 3 napig nem érlek el, akkor tudom, hogy azt nézed. A belső. Annyira hosszú. Folyamatosan megnézem. Annyira hosszú. Jó. Ügyi voltál, tehát nem hoztad magad olyan helyzetbe, ami majd 2 év múlva elővehető, és aztán... Szóval még van esélyem. Még van esélyem. Az Oscarra abszolút. Na jó van. Jövünk vissza nem sokára egy érdekes balhéval. Berki Krisztián és felesége Mazsi. Te tudod ki, egyáltalán ki Berki Krisztián? Utána néztem. Ja, utána néztél. De van egy tornász is. Nem ő. Nem, megtaláltam az azt, akiről ma beszélgetünk. Az megtaláltad? Akkor te tudod, hogy kicsoda? Mit tudsz róla? Mi a foglalkozása? Ezt a szörmés képet megtaláltam. Megtaláltad? Amúgy tudod, hogy mivel foglalkozik? Vagy hogy... Azon kívül, hogy híres? Igen, azt hiszem, hogy mással nem. Kivasaltatta a heréjét. Igen. Elment egy orvoshoz, és azt mondta, hogy neki túl gyűrött a zsák, így és akkor... Kellemetlenül érzem magam, úgy nézel. Nem, jön a reklám! Jön a reklám. Mert a Berki Krisztián szörme bundában jelent meg a feleségével együtt a Glamour gálán, és ez felháborított nagyon sok mindenkit. Ezzel a témával foglalkozunk a reklám után. Yeah.
És már is folytatjuk a hashtag bocskor Krisztóf Évivel, Ugrankovics Julival, Kabát Petivel és Bárdosi Sanyival. Bizony. Ez izgi volt, amikor az előbb felvezettük Belki Krisztiánt, és kérdeztük a Julitól, hogy tudja egyáltalán, hogy ki az, és mondta, hogy persze felkészültél belőlük, tehát tud mindenkiről, hogy kicsoda. Engem vizsgáztatok. Nem, hát most kíváncsi vagyok. Hát te sokat vagy távol, és nem. Tehát például Petiről tudod, hogy mivel foglalkozik? Persze, focista. Szuper. Volt. Vagyok. Köszönöm szépen. És fordítottam a pólóját, hogy nem olimpiai. Bajnok is. Igen. De aranyos vagy. Mégis csak engem vizsgáztatok. Bárdosi Sanyi? Hát róla nem tudok semmit, mesélj. Majdnem olimpiai bajnok birkozó. Én láttam szumosztál is. Szumosztam is, na fölkészült. Na, jó vagy, Uri. Ennyire nyitott vagyok minden irányba, tehát ami küzdő sport, az engem mind érdekel. Egészen a doping buktáig. Tehát... Egyébként én vagyok az egyedüli, akit nem rehabilitáltak, mert én nem dopingszerrel buktam le, hanem dietetikummal. De megbuktál? Igen. De mivel? Gyógyszer, mert allergia gyógyszert kaptam, és abban volt vízhajtó tartalom, és ezt vették észre a japán. Milyen egy szemétlálatás. Nem, az a baj, utána a következő évre rá már ezt a típusú gyógyszert, ezt már kivették a doping listáról, de azért engem benne hagytak, hogy... És nem rehabilitáltak. Nem. Na jó. Térjünk át Berké Krisztiánra, mert tényleg nagyon nagy port kavart az a hír, hogy az idei Glamour gálán ő és felesége Mazsi. Na ez a felháborító. Valódi állatszőrből készült bundában jelent meg. Állatvédő, szörmeellenes egyesületek számításai szerint Berki bundájáért kb. 15 préri farkas adta az életét, míg párja a kiskabátjáért nagyjából 40 coboly halt meg. Micsoda? Coboly? Coboly. Tudod, ezek a western hősök. Coboly. Az cowboy. Mi az a coboly? Mi az a coboly, Sanyi? Hát ott van a hőgyöc. Én ezt látom, hogy mire gondolom. Olyan, mint a... Madár? Nem, az... Ugye, a coboly... Az olyan fazon, mint egy verén. Nem, olyan fazon, mint egy mókus. Merte megmutatni, nem? Ja, mókus? Nem mókus, de olyan. Nem mókus, de olyan. Merjétek megmutatni, kockáztassatok, ez... Ja, na, szóval... Igazából, ha belegondoltok, szerintem senki nem tudta, hogy van Glamour gála, viszont most mindenki tud róla. Mindig te ezzel a hátsó körrel jössz, hogy itt... De figyelj, ő semmi másra nem megy rá, abból él, hogy mindenki róla beszéljen. Hát ki az a nem normális, aki nem is szervevel csinál valamit, és ezt kiteszi a plénum elé? De most komolyan, ez kit érdekel, és beszélsz róla, érted? Igen, mert jól csinálja. Lehetsz te a világ legjobb birkózója, és senkit nem érdekel, de ha kivasaltatod, és akkor vagy a világ legjobb birkózója, na az igazán is kardos. Hogy a világ legjobb birkózója. Ja, coboly kabátban. Na jó, coboly. Jó, ugye elérte itt a Népharag Berkijéket és a szervezőket is, aztán a Glamour is maga elkezdett reagálni, hiszen ők leszögezték, hogy mindig is szörmeellenesek voltak, és mostantól viszont lesz egy dress code ezeken az eseményeken, és akkor benne lesz majd, hogy szörmementesen kell megjelenni. Na, gyerekek, alapkérdés, és most nem Berkijékről beszélünk, hanem maga a szörme kérdésről, tehát hogy ez tényleg ennyire ördögtől való? Szörmében megjelenni? Hát azért szerintem ma Juli? Már igen. Juli? Nem, annyit beszélek. A szót Julinak. Átadjuk a szót Julinak. Ez a coboly, ott a coboly, fönn. Na azt mondom, olyan fazon, mint egy mókus. Olyan egy kis patkány, nem? Nem, ez mókus. Az mókus. Tehát tudjátok, ott van a préri farkas, és ott van a coboly. Tehát, hogy mennyire ördögtől való ma szörmét viselni, szerintetek? Én nem hordanék. Nem hordanál? Bőrkabátod van, bőrkabátod van. Bőr, de az nem ilyen állati bőr. Hát milyen? Az ilyen kamubőr. Egyébként azért kérdezem, mert amikor én kisgyerek voltam, akkor a nagymamának mindenki nagyon büszke volt a szörme bundájára, még anyukámnak is volt ilyen róka sálja, vagy igen, nem tudom, rókából. Tehát ez nem volt annyira szörnyű. Régen, amikor a nagyanyám megvette a kis, nem tudom, kabátját, amire összezsugorgatta a pénzét, akkor tényleg hideg volt télen a bőrkabátnak, azt lehet, hogy ő is kapta valakitől, és akkor az ment az ő gyerekének, az én anyámnak, és akkor egyszer majd azt én is megörököm. De a lényeg az, hogy más felhasználása volt. Akkor egy ilyen téli kabát, az kitartott 100 éven keresztül generációt. Ez abszolút nagyon-nagyon tartós. Most azért, hogy megmutassa magát este a, mit tudom én, Glamour. Valószínűleg fűtött volt a hely, tehát teljesen. Ja, Évi. Nem fázott a Berti Krisztián? Nyilván nem arra kellett, amire ez régen használták. Jó, hát így nyilván provokálni akart. De lehet, hogy a következő generáció teljesen egyértelmű. Jó, akkor mi a különbség? A Berkinek lánya van. De az is megkaphatja a farkast.
hogy a szobolyt megkaphatja. Igen, egyébként a Berti Krisztián az arról híres, hogy ő ilyen tradicionális cicka. Miért nem mutatod? Nagyon nagy gyerek. Gyerekek, mi a különbség, mert felháborodás van Magyarországon is, nem csak az USA-ban. Mi a különbség mondjuk, hogy ha bőrcuccot hordasz, vagy ilyen szörmebundát? Semmi különbség. Köszi, Peti. Évi. Hát azért. Szerintem azért van különbség. Na, szerintem ez bőr egyébként, igazi bőr? Hát nem tudom. Ja, nem is tudod. Szagoljuk meg. Szagold meg, Peti. Muti? De nem érzek szagokat, meg ízt. Peti! Most hülyéskedtem, agy szagoljam. Szagolj. Ez igazi bőr. Na, hogy mi a különbség? Most nem azért mondom, de egy olimpiai bajnok nem igazi bőrbe lenne, én szégyelném magam. Igen. De figyelj, szerintem azért ennek már azért elment a... Tehát, hogy mi is odafigyelünk így az állatvédelemre, meg hogy így... Mert hát ott van rajtad egy tehén. Ez milyen bőr? Honnan tudod, hogy tehén? Akkor bárány. Évi, ez milyen bőr? Gyerekek, ennek van egy márkája, ezt megvettem, és nem kérdeztem meg, hogy te ezt milyen állatból csináltál. Nem szoktad így megkérdezni? Évi, hogy kérdezném meg? Hát nincs föltüntetve. Nincs benne egy ilyen címke, hogy milyen állat? Nem, egy fotó az állatról? De rajta egy van fotó. Az eredeti, hogy hogy nézett ki, és mi lett benne. Úgy az átváltozó? Igen. Ott tartottunk, hogy mi a különbség a bőrcucc felvétele, illetve a szörme felvétele között. Nekem szerintem, ha már odafigyelünk erre, hogy ilyen bundás történeteket nem használunk. De most nem az, hogy ízléstelen, azt szerintem értem. Szerintem az nem annyira feldolgozott. Nézd, az ugye... Cucc, és ezen nagyon látszik, hogy állat. Igen, ez gáza. Mert a műszörmé nem látod, és azt se nagyon hordják ma már, meg nem, nincs akkora hagyománya, mint régen volt. Ezen nagyon látszik, hogy ez egy állatnak. De ez hol baj? Hát azon is látszik, hogy azért egy állat. Azért baj, ezt a szerencsétlen állatot, és ebből 15-öt azért öltek meg, hogy Berki Krisztián kivonulhasson este. És ez szomorú, amikor megcsinálnak egy bőrcipőt, vagy egy bőrkabátot, ami utána 20 évig szolgál téged, és jobb esetben szolgál, annak más a funkciója. És egyébként a tehénnek minden részét felhasználják valahogy. Tehát a lényeg, hogyha ezeket megenném a coboly máját, akkor mehetne. Végül is, hogyha cobolyból annyi lenne, és a coboly nem egy védett állat lenne, és azt miért is... Miért védett állat a coboly? Ezek vadállat. Most azért elmondom, mi utána néztünk, hogy behestegelte, hogy honnan van ez a... Mi utána néztünk, és ezek valódi szörmék, és csináltak egy videót is, ezt megmutatom nektek. Azt, hogy a videóban mit mondanak, azt én most gyorsan elmondom összefoglalva a film alatt, jó? Hogy mivel érvel ez a cég, amely valódi szörmék... Tehát ők azt mondják, ha valóban környezetvédő vagy, fontold meg, hogy műszörmét választasz-e. A műszörme nejlomból és poliészterből készül, amelynek a mikroműanyag szennyezés fő felelősei. Ezek azok a kicsi, nem lebomló műanyag részecskék, melyek szennyezik az élővizeket és beépülnek a táplálékláncba, ellentétben az igazi szörmével, amely természetes alapanyagból készült, egy fenntartható megoldás, amelyet szörme farmok állítanak elő, vagy vadállatok szőréből készül. Ez utóbbi ráadásul segít a fenntartható vadpopuláció fenntartásában, a szőrmefarmok pedig mezőgazdasági felesleget tüntetnek el. Évtizedekkel hosszabb ideig hordhatóak egyébként, mint a műanyag, így a legjobb választás a környezetvédelme érdekében a valódi szőrme. Tehát itt erről egyik szól... Én azért nézném szívesen az Animal Planetet a te hangoddal. Én is, igen. Oh, David Attenborough. Jaj, köszönöm. Meg tudom dicsérni. Na azért érdekes ez a kérdés, mert ugye itt gyakorlatilag természetvédelemmel szemben van. Az ipar. Egyik ugye a mikroműanyag, amely egyébként keletkezik majd a műszörméből, a másik meg farmok, tenyésztett állatok többségében. Nem csak ez a kettő van, tehát én nem így kell feltenni a kérdést, most egyik rossz vagy a másik rossz. Most komolyan szükségünk van szörmére, tehát van itt mínusz 20 fok. Nem, hát ez egy dizájn, ez egy divat, ez egy trendi. Van, nincs rá de műanyagra sincs szüksége. Hát azért sincsen szüksége. Én bele akarok ugrani a tengerbe, a gyereknek is meg akarom majd mutatni, amikor megnő. De még nézd meg, milyen élővilágot, és nem a flakonokat akarom meg ezeket de a divat, ez a szörme és cuccok, divatok? Amúgy. Most hát csak valaki kérdezem. Szereti, mondjuk így. Most de most itt érted, itt válaszszál. Csomó növényi anyagból készült ruha van, ami pamutból készül, ami kenderből készül, ami természetes anyagból készül. Jó, na jó, értem. Csak az nem egy szőrme. Most ha azt nézed, hogy egy kabátot,
Nem, engem meg egyébként meggyőzött. A bőrkabát biztos, hogy egyébként kisebb ökológiai lábnyommal bír a gyártása, mint mondjuk egy ilyen műanyag bőrkabátnak, ami a kabátnak van. És ne felejtsük el, tehát ugye most... Ezt előre kigondoltál. Tessék, az olimpiai bajnok. Az olimpiai bajnok zöld, te pedig nem. Te a tegnap erre felkészültél, erre a mondatra, hogy nekem mondjad. De nem, mert te mondtad, hogy nejlon kabátból jársz. Mert ugye? Hogyha felszednéd a nagyanyádéktől a linoleumot, és abból csinálnál kabátot, azt mondom, hogy oké, hát újra felhasználod. PVC. De ez nem az, igen, de ez nem az. PVC kabát. Hát hallottad, mikroműanyagok, meg minden. Peti, dehogyis. Kit küldesz a levesbe? A szegény kis Szobolyt, vagy azt a nylon zacskót rácsáló teknőst a tengerbe? Semmelyiket. Ne, döntened kell. Én nagyon állatbarát vagyok. Nagyon megfázol, Peti, ha nem döntesz. Igen. Miért a teknős kabát, az szerinted meleg? Nem. Nem. A Szobolyt az meleg. A Szobolyt meleg. A Szobolyt választom, mert az legalább az meleg. Pedig az milyen menő lenne a teknős páncélba jönni a menő? Michelangelo. Mondja, Dévi, mondja. Ez nagyon komoly. Figyelj, felteszel egy kérdést, és fogalma sincs, hogy hol. Hol? Tehát ez benne volt a kérdésben minden, és teknős béka. Jó. Hát figyú, akkor most nézzük meg, hogy melyikünk... Kérdezel többet már? De kérdezek még. Mert ő nem fél a kérdésektől, csak úgy... Én nem félek abszolút. Neki előveheted két év múlva is. Én. Nem, csak tényleg az ember kapkodja a fejét, hogy most őszintén, hogy mit lehet igazából tartani itt a sok-sok természetvédelmi megfontolás mentén. Ez tényleg, nézzük meg, hogy ki mi van, tehát ki az, aki most legkevésbé rombolja közülünk a környezetet, jó? Rajtam alig van a ruha, úgyhogy hát, szerintem ő nyert. Ez miből tartani? Van? Nem tudom. Nylon. Na, megfoghatom? Az mókus. Ó, ebben van az én műszál, drágám. Van bizony. Ebben van műszál, a cipőd. Ez bőrcipő. Az bőr. Uh-huh. És okay. Ez gyakorlatilag egy harmad bárány, ugye? Hát azért a bárányban azért ennél több van, mint amennyi kis cipőmbe belefér. Azt mondom, a 35-ös lábamba. Egy harmad bárány van ebben. 35-ös lábad. 35-ös. 35-ös lábad, és amikor ezt majd kidobod... Mennyire cuki, mint a feleségem. Hát a gyerekosztályon vásárolt, tök jó. Látom, hogy egyébként ez hatékony, tehát ez abszolút védi a környezetet. Na, szóval visszatérve, akkor egy harmad bárány van, és ha ezt bedobod a tengerbe majd ezt a ruhát, akkor egy teknős meghal. Nem, remélem, hogy nem fog meghalni egy teknős, és nem dobom be a tengerbe. A cipő egyébként egy nagyon értékes cipő, úgyhogy remélem, hogy ez kiszolgál nekem a következő, nem tudom, 15 évben. Tehát nem egy egyszer elhasználatos. Mi lesz akkor, nem hogyha kimegy a divatból? De nem megy ki, egy ilyen kis fekete cipő nem megy ki a divatból. De a 35-ös. A 35-ös. De mint ha kimegy a divatból a 35-ös. Azt mondta az Évi, hogy kimegy a divatból. Nagyon egymás utalálhatatok. Egyébként, ha kimegy a divatból, vagy akármi van, vagy akkor olyan, a feleségemmel tudnátok cserélgetni. Jó, Sanyi, nézzük meg rajtad, mi van. Póló az pamut, ugye? Abszolút. Tehát persze. Ez gyapot. Kotton. A nadrágod? Már nem jó, mert ez 100% kotton. Igen. Hát nem farmer. Tudom. Farmer. Az is növényi alapú. Pamut. Pamut, aha. Oké, mutasd, van-e nadrág szíjad? Van, nylon. És a nylon, egy pici nylon, és a cipő miből van? Nem, ez nem műanyag, ez alumínium. Mutass, Sanyi! Ő vissza, mert megriadta a Juli. De ennyire érvédős vagy? Hát figyelj, hogy felkapta, és szinte az, hogy félsz, nem? Ott így azt gondoltam, hogy inkább a bocsit felé húzom. Tényleg, ne ijeszgess! Azért a MeToo kampány is fontos ott abban az országban, tehát itt létszik. Ja, úgy, tényleg! Eszembe se jutott, ne ijeszgess már! A cipőn pedig gumiból van, meg ilyen, az is ilyen, ez is szerintem ilyen műanyag. Ez is műanyag. Tehát egy pici műanyag van rajtad, amúgy természetbarát. Évi. Hát akkor ez megszagolod te is. Aha, megszagolom én is. Van szaglásod? Nem, ez izé, ez plastik. Nem igaz, ez a teknős. Tehát itt a teknős, a tehén él, és teknős. A teknős viszont. Páncélból van. Igen. Évi, az öveg bőr, ez a kis blues. Ez szerintem pamut. Ez pamut? Igen. Nagyon stretchy. De pamut szerintem. De pamut? Okay. Megszagolhatjuk. Oké, okay. A nadrágot szintén pamut. Farmer, igen. És ő bőr. Valószínű. És okay. De a talpa az nem. Az gumi. Az gumi. Peti? Nincs rajtam ilyen állati van. Nincs rajta szőr. Nincs rajtam szőr. Azt hittem azt, hogy valósulod rá. Pamut. Cipőd bőr. Nem az ilyen vászon. Ez vászon? Ó, Peti, te fogsz nyerni. És az öveg? Miért?
És az öved? Vagy a kérdést elmondom. Ő az ilyen kamu. Az mi? Oké, okay, hogy hamis, de hogy... Mind hamis. Kezdből. Figyelj, most nem arra gondoltuk, hogy igazi Gucci-e vagy nem. Nem tudom, hogy igazi-e vagy nem. De nem ez volt a kérdés, hanem hogy milyen anyagból van. Milyen anyagból van? Bőr. Bőr. Peti, akkor te vagy a legkevésbé környezetromboló ruhában. Én... Adj egy pacsit! Megnézhet ki. Ez szintetikus, ez pamut. A bőr, az öv az, hát ilyen bőr, igen, ez bőr. Igen. És ott a sál. Ez is eléggé szintetikus. És a sál? A sál az a pamut. Jó, de ezt egyébként nem az övé, hanem ezt adták rá. Tehát ő egyébként ilyen többször használatos. Ezt többen használják. Ebben igazad van, de mondjuk az övig ez enyém. A cipő a tiéd, gondolom. A cipő nadrág enyém. Azt hittem azt mondod, hogy ezt adták rá, mert amúgy ilyen lukacsos, ilyen nylon blúzébe járkál. Na, gyerekek, egy komoly téma következik. Képzeljétek el, másfél év felfüggesztett börtönbüntetést kapott egy nőgyógyász, mert pénzt kért a betegeitől. Egyébként ingyenes vizsgálatokra, ingyenes beavatkozásokra. Ráadásul olyan is volt, hogy a felajánlott pénzt keveselte. Az ügyészség 5 rendbeli üzletszerűen elkövetett vesztegetés elfogadása miatt emelt vádat, és az orvos kapott 1 év 6 hónap felfüggesztett börtönt, 1 000 000 forint pénzbüntetés, 80 000 forint vagyonelkobzást. Volt a nyáron egy hasonló sztori, akkor egy sebészt ítéltek el, de most először 2 év letöltendőre. Tehát ő ugyanis keveselte a pénzt, volt ilyen is, hogy keveselte a pénzt, amit adtak neki, volt, akinek részletfizetést ajánlott fel, és az egyébként teljesen térítésmentes kezelésért. Na, ennek a jogi hátterét most annyira ne is boncolgassuk, mert egyébként most pont mai hír, hogy a kormány beadja azt a javaslatot, hogy ugye megemeljék az orvosok fizetését, és büntetővé tehessék a hálapénzt, de a hálapénz, mint olyan, nálunk ugye abszolút jelenség. Mikor lesz ennek vége szerintetek? 50 év múlva kb. Te azt mondod, hogy még 50 évet ezt lehúzzuk? Vagy nekem is több évtized? Figyelj, azért szerintem annyira, én most nyilván Budapestről beszélünk, én azt látom, hogy egyébként ezekben a magánkórházak, magándolgokban, amikor az ember oda megy és fizet, sokkal jobban szereti azt, hogy a pénzért kap valami szolgáltatást, és nehezen érti azt meg, hogy bemegy a kórházba, és valami ingyen működik. Nem, én azt érzem egyébként, hogy ez is egy probléma. Nem tehát, hogy nem látják az emberek, és így nyilván a hálapénzért azt gondolja, hogy jobban oda fognak rá figyelni. A pénzedért figyelmet vársz. És hát pont ez az, amit elvársz, hogy bemész, ne kelljen 3 órát ölnöd úgy, hogy közben egy nyilvessző áll ki a mellkasodból, teszem azt, vagy ömlik a véred, hanem hogy odajönnek, foglalkoznak veled, figyelmet kapsz, és pont ezt akarod megvenni. De ugyanakkor ez mindenkinek kéne, hogy járjon. De hát most a TB az meg olyan, hogy... Most... A TB az meg olyan, hogy, de ugye amit Évi mond, az, hogy hát ezt nyilván nem mindenki engedheti meg magának az országban, hogy magánrendelésre, vagy magánkórházban menjen, tehát ki vagyunk szolgáltatva, ki vagyunk téve ennek a helyzetnek. De összegyűjtik már azért az emberek, tehát hogy azért adnak jobban ám erre. Tehát azért többen járnak magánrendelőkbe, ez való igaz. És egyébként sokszor, hogyha számolsz, akkor lehet, hogy jobban is jössz ki. De szerintem, hogyha adsz valamennyi úgymond kedvőpénzt, sokkal jobban törődnek veled. Ez az igazság. Jó, akkor de azt mindig utólag adod. Dehogy adod utólag. Nem, ez előre adod. Hát van, aki, hogyne? Hát hogy nagyon sokféle helyzet van. Hát valamikor nővérkéknek előre adod, valamikor rokonod előre ad. Így van. Tehát ilyen van. Ugye ezt hálapénznek hívják, ilyen hülye szóval. Ez a háláért adod, vagy a félelemért? Én a figyelemért. A figyelemért. Hogy törődjenek velem. De nem a félelemért. Azaz, jó, de ez is akkor egyfajta félelem. Tehát, hogyha nem adod, nem figyelnek rád? Annyira nem. Hát hajlamos vagy azt gondolni, hogy jobban figyelnek, ha fizetsz. Jó, de azért van, gondoljunk Sanyi. Bele, hogy mondjuk például egy ápolónőnek mi lehet a fizetése, és ahhoz mit kell elvégeznie. Ja, és azért azt gondolom, hogy amikor a kiszolgáltatott helyzetben vagy, és azért azt valakinek meg kell csinálni a 120 ezerért, vagy adsz neki legalább 2000 forintot, teljes igen, csak ne felejtsük el azt a sok, vagy alacsony fizetésű, igen. Vagy nyugdíjast, aki bemegy, akinek igen. Alig van pénze, és abból a pénzből 2000-eseket ad a nővérkéknek, 10000-eseket ad az orvosnak, azért nem ugyanaz, fair. Az nem ugyanaz egy idős ember, meg mondjuk de nem is fair. De mindenkitől elveszik, vagy elfogad. Azt látom, és ezt tapasztaltam a legtöbbször, amikor így az idős néni, aki
aki nem tudja, az dugdossa és megpróbálja, és jó, izgul, hogy most akkor tényleg megkapja, tényleg figyelni igen, fognak borzalmas. Rá, vagy nem. Na, de most figyelj, ott van, a kabát ott van a kórházban. De nem és a kabát. Én vagyok az ápoló. Úr, a kabát nem ad nekem 100 eurót, hogy tegyem tisztábat. Persze, hogy tisztábat teszem, és nagyon kedvel. De hogyha nem adnék 100 eurót. Akkor nem tennélek tisztába, ott maradnám. Na látod, ez a legnagyobb baj, Sanyi. Miért? Azért, mert ugyanúgy az a dolgod, hogy tisztába tedd a kabátot. Akkor végül is jó ez? Most mi? Hát az, hogy ki fizeti nekem az, hogy tisztába tegyél, az jó. Az jó. Az jó. Jó, de téged kéne tisztába tenni, szívesebben csinálnám, mint egy 50-es éri. Látod, 100 euró nélkül. Nem fizetni az ezt. Nem alacsony volt, ezre nem is kívánok reagálni. De egyébként azt mondhatom, hogy az összes ápoló nő előtt le a kalappa. Tehát amit csinálnak a kórházban, mert sajnos volt a elmúlt pár évben kellett menni be, úgyhogy láttam, hogy miket csinálnak, és tényleg le akarok. És te például, én nem tudom, ti hogy voltatok, nyilván saját oknál fogva, vagy rokon miatt, voltatok kórházban, ti mit éreztek, amikor, hogy milyen, amikor berakjátok a borítékba, és ott akkor ennyit szánok, tehát ez nem egy kínos dolog? Egyébként nagyon sokan már nem fogadják el. Ne, igen. És egyébként azért azt kell mondanom, hogy most már egyre többen vannak, akik azt mondják, hogy nem. Meg tehát, inkább úgy éreztem, mint a sértésnek vette volna. Igen. Érdekes módon, én például jó pár éve volt anyukámat műtötték, sebészhez bementem, fogadott, elővettem a izét, olyan természetességgel vette, tegye oda, tehát mint hogyha ezzel, tehát nyilván mindennapos nála, de én, engem sokkolt, én éreztem magam kínban, hát, hogy most akkor kiszámol, hogy annyi, nem kevése, mi van, hogyha elhagyom a rendelőt, és ő már egyből nézi a borítékot, és hát, akkor lehet, hogy kevesli. Nagyon rossz érzés, tehát ez borzalmas. Ez egyébként lehet, hogy egyébként a társadalom teszünk ránk ezt a nyomást, mert mi van, ha nem fizetsz, akkor nem csinálja meg. Próbálni. De nem biztos, én nem úgy. Tudom, nyilván nem akarok ezen játszani, de ki lehet próbálni. Na, ezt viszont meg szeretném. Én egyébként kérdezni, hogy mennyivel tartozom. Úgy se fogja mondani. De az fogja, hogy nem fogja azt bevallani, úgy se adjál már egy 20 ezerest. Igen, amit gondolsz. Nem. Nem mondtam. Ti adtál. Ti kipróbálnátok-e azt a legközelebbi, akár rokon van benn, vagy akár ti, hogy most paraszolvencia nélkül fogom ezt a kórházi utat végigcsinálni. Volna-e merszetek kipróbálni? Én csináltam ezt. Nem hiszem, hogy én tudnék előre dönteni. Attól függ, hogy... De tényleg most mi lenne? Tehát nem látják el? Én nem tudom, el? Hát a Peti attól fél, nem teszik tisztába. Nem tudom, te mitől félsz. Hát mondjuk én jobb is, hogyha nem a Sanyi tesz tisztába. Miért? Azt hiszem, hogy nem vagyok elég gyengéd, vagy mi? Hát nem, mert ilyen erőszakos vagy. Én muszáj lenne a sorszínvonalát emelni innen. De Sanyi, nem ez az én dolgom, Júli, nem a tiéd. És egyébként jó van az úgy. Nem segít rajta sokat, ne aggódjál. Szépen rátszál. Megérkeztél. Nem, egyébként én nem tudom, hogy ebben mi a, ez egy nagyon komoly probléma ebben az országban. Amerikában ez elképzelhetetlen, nem? Amerikában elképzelhetetlen, de Amerikában az elképzelhető, és amit láttam rengetegszer, hogy nem kapja meg azt az ellátást, aki oda kerül, csak az életmentő műtéteket csinálják meg, tehát például 10 évvel ezelőtt, amikor New Yorkban értem, akkor egy ismerősömnek egy taxiban volt balesete, és amikor másnap bementem érte, akkor ugyanott feküdt, takaró nélkül a saját ruhájában, nem vérben, fizetett? És de. 2 órát töltöttünk azzal, hogy összeszedni a papírokat, hogy tudja utána perelni a taxisofőr. Tehát annyira embertelen a rendszer kint, hogy... Mert ott ugye attól függ, hogy milyen biztosításod van, és abból van ezer féle. Igen, de nálunk meg viszont nem. Mindenkit ellátunk. Tehát, hogy azért legyünk... Fantasztikus. Abszolút, de azért ezt is valahol fel kell tartani. Tehát azért nézzük, figyelj, én nekem nagymamám is, és Isten nyugosztja, és imádom, és nagyon hiányzik, de figyelj, mikor meghalt, utána kaptunk 2 magánmentő számlát, mert ő magát bevitette a kórházba, úgyhogy semmi baja nem volt. Mert ő figyelmet akart, és ő elvette, de nyilván nem bántom most, de ő elvette helyét, lehet egy olyan esetnek, ami egyébként szükségszerű lett volna. De ezt már nehezen tudjuk neki megmagyarázni, mert utólag tudtuk meg, és fizettük ki azt a 2 magánmentőt. Igen, kifizetett, de gondolj bele annak a helyzetébe, aki nem tudja megengedni magának, hogy kihívja a mentőt, mert tudja, hogy nem fogja tudni kifizetni a számlát, és bár még 5 percet, és meghal. Nem azért, csak ez a másik véglet, ez ami például kima, okay, hogy nem tudom ki, inkább megpróbálok bemenni, mert zé. Amikor én beleléptem a csempébe, mert az edzőterembe csempésztünk, és összevágta a sarkamat a csempe, beszaladtam a kórházba, én kaptam figyelmet, jaj, Bárdosi úr, de jó, hogy itt van, csak elláttak minden rendben, de körülnéztem a váróba, és szerintem nekem meg talán még 2 embernek volt TB-je. A többinek nem.
Tehát innentől kezdve nem biztos, hogy ez az egész fenntartható, és az az én ellátásomnak a kontójára megy, hogy ő meg ott ül. Ez biztos, és ingyen van. Így van, nem mondom, hogy az itteni rendszer jó. Én csak azt mondom, hogy az amerikai rendszer se jó. Nem tudom meg. Egyébként ti tudjátok, mert az interneten utána lehet nézni, hogy mik az árszabások. De mik? Hát kérdezem, hogy tudjátok-e? Tehát, hogy mennyibe kerül? Igen, hogy mi mennyibe kerül, hogy nem tudom, egy csempe a vádliban mennyibe kerül, nem. Egy szívműtét mennyibe kerül, egy szülés mennyibe kerül. Nem, de azért egy állami kórházban nem nagyon olvasol erről, viszont mondjuk egy magánkórházban nagyon szépen kírják. Nem, tehát az ember élek. Mennyit fizettél a szülésért? Hú. Mennyibe volt a gyerek? Ami hát ilyen 100 000-es nagyságrend volt. Tehát ez, amit odaadtál a dokinak. De az nem is sok, nem? Nem. Nem, az teljesen normális. Az nem sok. Jó, csak én, de mi magánkórházban szültünk. Tehát, ja, értem. 100 000-ért? A magánkórházban is nem ilyen, tehát úgy értem, hogy csak amit az orvosnak adtunk. Tehát az összes többi az nyilván. De magánkórházban szültetek, és még adtatok az orvosnak pénzt? Persze, hát kifizettünk mindenkit, aki ilyen. De ott benne van az árban, nem? Hát én ezt már nem tudom, de nyilván adtunk. Mennyi lett a szülés vége? És elfogadta azt is? Mindent elfogad mindenki, de nem is ezt. Ez viszont szörnyű. Jó, de ugyanakkor, ha éjszaka hívom föl, és bár azonnal ugrott mindenki, és tökre nem lehet panaszra okom, ugyanakkor nem biztos, hogy azt szerettem volna, hogy az állami kórházban állok, és akkor még 45 másik ember veregeti a vállamat, ez az apuka, gratulálok, azt sem tudom kicsodák. Tehát, hogy az meg elvette volna az egésznek a, hogy is mondjam. De én abszolút értem, meg nyilvánvalóan az ember pontosan ebből a figyelem meg igényből, az életünket, meg pontosan a félelem, akkor megint ott van. Jó. És azt se felejtsük el, hogy rengeteg orvos, ugye ezt, aki ezeket a pénzeket hazaviszi, gyakorlatilag teljesen adómentesen viszi haza. Tehát gondoljatok bele, hogy a NAV az elmegy egy, mit tudom, butikba, és hogyha egy blokkot nem adsz oda, akkor kapsz 50 000 forint büntetés, de a NAV nem megy el próba betegnek, hogy na, vajon ad-e számlát az 50 000 forintról? Tehát, hogy ez tök adómentes pénz. Igen. Most szépen felhívtad a figyelmet. Hogy jutott eszedbe, hogy egy NAV ellenőr bemegy, és azt mondja, hogy Mert még a pincérnek is elvileg le kéne adózni a borravalót. De nem tud lebukni, mert nem kéri az orvos a pénzt. Te adod. Mondta valamikor neked, hogy igen, de Bocskor Gábor, adjon már, mert az jó, ez a kérdés. Jó, de ez a kérdés. Benne kéne lennie, hogy ő kapott ennyit, pontosan, meg ennyit. Pontosan. Ezt értem, de nem kéri. De hát ugye ez a két orvos kérte is. Egyébként ez a két orvos az egyik ugye kapott másfél év felfüggesztetet, hasonló az eset, a másik 2 év letöltendőt. Most így megbeszélve, megvitatva ezt a témát, szerintetek melyik járna inkább, melyik büntetés az, ami az ízlésetek szerint való? Felfüggesztett, vagy börtön? Ez a kérdés. Oda kell vágni keményen. Én is azt gondolom. Oda kell vágni keményen. Szerintem ki kell alakítani egy rendszert, és hogyha megvan a rendszer, akkor kérjünk számon bárkit. Tehát most nem ez előjelent. Ez már egy nyoma, oké, de akkor a többit hogyan veszed elő? Peti, börtön vagy felfüggesztett? Börtön. Oké, Juli? Börtön. Én egyetértek, tényleg egy másik rendszer kéne, de ebben a rendszerben, nem tudom, börtön. Te is azt mondod, börtön. Szuper, oké, köszönöm, mert ez egy... Példát kell statuálni. Teljesen egyetértek, és mondom, remélem, hogy ettől az új intézkedéstől, vagy az orvosok bérének emelésétől ez a dolog valóban megszűnik, mert ez tarthatatlan ebben az országban. Most viszont egy nagyon kedves téma következik, Kabát Peti. Na, Kabát Peti. De break jön. Mutasd, Peti, mi jön? Break. A reklám után jövünk vissza. A teknős kabát milyen jó? A teknős zseniális volt. Akkor ne menjen? Menjen nyugodtan. Na folytatjuk, ott hagytuk abban, hogy a Peti kevesen azt mondta break, de most visszajöttünk, és Peti, tényleg te leszel a téma. Illetve hát veled kapcsolatban Adri, azaz a te kedves élettársad nyilatkozata. Adri ugyanis azt mondta, hogy ő elképesztően nem szeret költeni. Úgy kell rászólni, hogy Peti, vegyél már egy farmert magadnak, mert csak 2 van, és azt mosom minden nap. Elképesztő, de tényleg megtehetné, hogy vesz magának, de annyira spórolós, hogy nem teszi. Így kell. Igazi férfi. Köszönöm. Ugyanazt csinálom. Tudod, mi a baj? Nincs kedvem elmenni, lusta vagyok elmenni. Sorba állni. Jó, de miért nem állok sorba? Nem tudom, próbálni. De miért mondta ezt az Adriát? Múltkor is itt ültél nyáron, összeszámoltuk, hogy 600 000 forint volt rajtad legalább. Pedig június volt, tessék. Nem tudom, annyi volt. Hát, ja. Nem tudom. Hát maga figyelj, nem, egyébként akkor nem azt kell mondani, hogy... Peti, akkor nem azt kell mondani, 600 csak.
fele kamu volt? Nem volt kamu, Peti. Amikor a kedvenc dizájnered pólója, aminek utána néztem, hogy 200 ezer legalább, akkor tudtam, hogy itt azért... Figyelj, én úgy szoktam... Miért mondta ezt, Adri? Nem, én általában én egy évben egyszer el szoktam menni, és akkor így bevásárolok magamnak, akkor veszek mindent. És most az, azért mondta szerintem, mert most nem voltam egy két éve, szerintem nem vettem semmit. De engem ez annyira nem zavar, de mert egyébként... annyi cuccom van, hogy Sanyi nem érdekel. Hát két farmered van, azt mondta Adri. Kettő? Igen. Hát van, vagy öt van. Abból egyet használok. Gyerekek, akkor... Öt van, egyet használok. Az igazság, hogy az igazi férfi az akkor vesz magának rá, amikor szüksége van rá. A nő az elmegy és vásárolgat össze-vissza mindent, amire nincs is szüksége, és nem is hordja. Sanyi, jól beszél a Sanyi. Jó, de azért a Peti ad magára. Egy másikat. Hát te most ilyen viszonylag ilyen egyszerűbben vagy fedett. A Peti nagyon ad magára. Én azért adok magamra. Most azért, mert nem veszek minden héten cuccot, most minek? Jó, akkor gyerekek, a nők máriája a költekezés? Abszolút. Szerintem nem. Na, hát ez azért a nők többet vásárolnak, mint egy férfi. Nem tudom, nem olvastam erről semmiféle felmérést, más. Hát amire szükségünk van. Hát hogy ez nem minden férfi így gondolkodik. Na de azt egyszer egy pár évben, de azért nem, ti vagytok azok, egy kis műtyűr a lakásba, egy kis kiegészítő, oda, jaj, ilyen, jó, ilyen, nem. De miattatok halnak meg a férfiak? Így van. Nincs taps? Megint rá! Megint! Szoktatok-e az Adrival vitatkozni valamint, hogy azt megvegyétek-e vagy sem? Nem. Ami közös, tehát mit tudom én, egy lakberendezési de tárgy, egy kanapé, egy izé, ilyen vita nincs? Nálunk ilyen vita nincs. Ki veszi? Aki ott jár. Van és aki veszi, aki ott van. Nálunk nincs ilyen, hogy én elmegyek, és akkor, vagy ketten elmegyünk, és akkor az Adri fizet, akkor én fizetek. Ha ő elmegy egyedül, akkor ő fizet, nálunk ilyen tehát nincs. Tehát ha ketten mentek, te fizetsz, ha egyedül megy, ő fizet, ha hát egyedül most egy fizet. Meg... Várjál, azt mondta az elején, hogy nem megy sehova. Már nem tudom, én csak abból indulok, hogy tegnap reggel kimentem a ház elé, ugye most költöztünk nem olyan régen, kimentem a ház elé egy csésze kávéval, bejött 4 darab kertész, azt se tudtam, hogy elkezdtek ilyen géppel föltúrni mindent. Nálatok? Nálunk a kertbe. Bejött egy ilyen kis markolóval akkor, mint ez az asztal, és föltúrt mindent. És így nem értettem, ez csak betolatott egy teherautó is, abból meg ilyen bútorokat vettek ki. És az asszony, kijön az Ildi, figyelj, várj, kijön az Ildi, na, megjöttek. Te nem is tudtad, mi? Mondod, kik? Ez a kommunikáció hiányáról szó. De nincs szükségünk még egy bútorra, meg egy markolóra a kertbe. Föltúrt mindent, minden. És akkor én alig vártam, hogy nyissam a termet, hogy menjek el dolgozni, nem is akarom ezt látni. És akkor kérdezi tőlem a kérdező, hogy hát figyelj, és akkor most ez így legyen a gyeptégla, meg a fű, meg a... Te mondom, hogy honnan tudjam, hogy legyen, kérdezd meg a nőt oda bent, engem nem érdekel semmi. Mert hogy, érted, nekem nem volt szükségem semmire, és mégis jött egy csomó minden, tehát hogy ez egy női dolog. Ez ne... Abszolút, igen, én is azt gondolom. Én mondjuk a pasimmal az ilyen dolgot meg szoktam beszélni, és akkor ő is tudja, hogy jön a markoló, meg jön a kis markoló. Traktor, és nem lepődik meg. Markoló. Tehát, hogy azt mondja, ez kommunikációs probléma. A Sanyi azt mondja, hogy nem, ő egyszerűen figyelmen kívül hagyja, hogy a pénz az valahonnan jön, és egyszerűen csak rendel magának markolókat, meg nem tudom. Igen. Igen. De ugye? Utána az én számlámról. Persze, hogy te számlámról megy. A fittyegést azt látod? Azt látod, hogy mindig mínusz 1 millió, meg ilyenek 500 ezer. Ja, mind a beleszúrnának a szívedbe egyet? Rosszabb. Ne, azért, tényleg. Mert nincs rá szükségem. Tehát, hogy nincs. De nem én fekszel hiszem... le a gyerekkel a fűbe játszani? Jó, de a sóder nem ugyan... Jó. De ezt akarom, jó, a sárga. Ja, végül is jó, ugyanaz. Figyelj, ki az az őt, aki télire kertet épít? Ki? A Ildi. Hát én feleségem. És utána majd tavasszal újra kezdjük. Mert hogy addigra már oda lakasz. Na minden, örült a kertészetől, legalább van meló télen is. Szóval, egy párkapcsolatban szerintetek mikortól közös döntés a költés? Mert ugye amikor összetalálkozol, elkezdesz valakivel járni, akkor ugye ő veszi a magáét, te is. Tehát mikor érkezik el az a pont, amikor megbeszélitek, hogy kell-e vagy nem? Attól függ, mekkora nagyságrendű, nem? Nem, ezt most időben gondolom, tehát hogy mikor érett egy párkapcsolat arra, hogy ezt már közösen döntsétek el, ezt a befektetést. Már házasok vagytok? Még nem, de most, hogyha elmegyek... És közös kasszán vagytok? Nálunk ilyen nincsen probléma ezekből, soha nem volt. Hát amíg van pénzed. Hát remélem, hogy nem...
Remélem nem lesz gondom, ne. Akkor most de ugye a Juli mondta azt, hogy kommunikáció. Tehát, hogyha azt veszük alapul, hogy egy párkapcsolatban kommunikálunk egymással, akkor megint felteszem a kérdést, hogy mikortól van az, amikor közös döntés a szerintem, költés. Szerintem, ha összeköltözöl, akkor ott már azért van már egy döntésed, és onnantól kezdve azért nyilván látszik, hogy kinek hova költözöl. Tehát, ha közösen veszel fő hitelt, akkor nyilván közösen csináltok mindent ebben a történetben. Ha valakihez költözöl, akkor... Szóval, hogy így, ez így megoszlik, Gábor. Egyik nem ugyanaz, mint a másik. Ez a valakihez költözöl, közös hitelből ne, veszel. Ne, onnantól kezdve a pénzről van beszélni valótok. Ebben igazad van. Ezt akartam kihozni ebből. Nálunk a feleségemmel a legelső alkalomtól kezdve, ami az enyém, az ugye mindenkié, és az övéhez meg nekem semmi közül. Ez nem rossz. Ez jó, a pénzhez én nem nyúlhatok hozzá. De hogy nem nyúlhatsz a pénzhez? Hozzá nyúlhatok, csak amit ő ruhára szán, azt nem. Hát de miért, minden hónapban el van rakva egy külön pénz, hogy ő mennyit? Nem is tudom. Hát én ezeket nem is tudom. Tudod, hogy megyek, és ez mi ez a ruha, hogy kérdezem a feleségem, hát ez már nagyon régi. És mindig ez a szöveg, hogy nagyon régi, de sose láttam. Igen, mert a szekrény alján volt. Te mondom, ne. És én hajlamos vagyok mindig elhinni. Amikor rájöttem egyébként a futár, fölhívja a feleségemet előtte. Hogy van új. Itt a Sanyi kocsi, akkor most bemenjek. Ne, most ne vidd. És mit akar a futár a feleségettől? Hát remélem, hogy csak a csomagot átadni. Hát csak, hogy itt a Sanyi most nem merek bejönni. Tehát ez... Ne, azért, mert ő tudja, hogy én nem veszem át a csomagot. Nincs itt a kocsi. Volt már ilyen, hogy hoztak csomagot, és akkor ez mi? Hát nem tudom, valami ruhás cég, vagy jó, nem rendeltem. Megy vissza Zebátyúnak. Persze, igen. Viszontlátásra nem rendeltem semmit. Visszaküldöm, és akkor ezért már ő bingizett a futárokkal, és akkor úgy csinálják, hogy... Amikor te nem vagy. Aha. És mindig okos, okosan csinálja. Istenem. Bezeg egy-két autóalkatrész miatt mit össze tud szívni a vérem? Nálunk is mindig csönget a futár amúgy. Mindig hoz valamit, mindig. Azt se tudom, hogy mi. Minden, figyelj, esküszöm, egy héten, ha háromszor, négyszer nem jön a futár, akkor egyszer se. És mit vesz? Nem tudom, dobozok jönnek, köszi, átveszem, ezt lerakom, nem érdekel. És meg sem érdekel. De hogy nézem. Nem ő az ideális férj. Nem tudom, még nem találtam. El tudnád képzelni az életed a Petivel? Nem, ne haragudj. De hányat tudsz dekázni? Nem tudom. Tudod mennyit? Nagyon menő egyébként. De Júli, erre van valami konkrét okod? Hogy? Hát, hogy nem akar bent? De most ne hozzám engem kellene. Nem úgy, nem hoznak össze, hát szóval utazik el. Tehát nem azért, csak hogy tényleg egy ideális férj vagy. Azért, mert nem kérdezném meg, hogy mire költ. Igen, te annyira lazán, toleránsan kezeled ezt a feleség jelenséget. De hogy engem ezek nem érdekelnek. Milyen dobozhoz, meg mi van benne, hol érdekel? Nem, azért. Most komolyan. Csipog a telefon, és levinődik a számára. Csipog nálam. Akkor még hogy kérdezem, hogy nálatok, tehát így észreveszed, hogyha vesz valamit a lakásba, és oda helyez, és szép alak... mekkora. Múltkor hozott egy ilyen nagy butha, vagy nem tudom, azt úgy észrevettem, hogy drágám, ez mi az az új butha? Azt szóval észrevettem. Óriási vagy, Peti. Szóval neki föl se tűnne, hogyha nem ugyanúgy a lakásba menne be. De itt akkor cipusról volt szó, nem arról, hogy most itt össze kellene bárkit is boronálni. Ja, pont ezt mondom. Nem. Beszélgettünk. Nem. Ez ilyen típusú férj, ez egy állami férj, mert ugye ez nem kérdezi meg ez a de mi, Sanyi, te ugyanilyen vagy elvileg. Hát igen, egyébként azért is fogtam bele. Igen, de ő szexista, azt a Juli nem szereti. Te egy udvarias ember vagy. Egy picit szexistább vagyok, igen. Ezt jobban szeretem. Igen, mit az udvariasat? Igen. A bocsi milyen? Udvarias. És szexista is. És szexista. Ilyen ügyes keverék ennek a dolognak. Egy udvarias szexista. Én milyen vagyok? Udvarias szexista, az jó? Szerintem igen. Nekem annyira mindegy. Peti, őszintén, mire spórolsz? Nem tudom, már én se. De most komolyan, mindenkinek van valami konkrét célja, valami nagy álom vagy öregkorodra, tehát az ember szokott ugye valami miatt félretenni. Igen, nekem mindenem megvan. Mindenem megvan, van több lakás. Most mutattad a kupét, amit meg akarsz venni. Ja, most egy kocsit akarok venni, így 20 év után, vagy 15 év után, hagyj vegyek már egyszer egy olyan kocsit, hogyha megtehetem, amiben szeretnék ülni. Tehát most nekem ez van. De ezzel teljesen egyetértek, és legyen is így. A többieknél hogy van ezt? Spóroltok-e valamire, ami egy nagy... Tehát az jó lenne, ha meg lenne. Bakancslista? Nem bakancslista, egy valami. Tehát én inkább arra gondolok, hogy ha az megvan, akkor onnantán már játékpénz minden. Te akartál venni egy nemzeti parkot, nem? Nem, egy egész nemzeti parkban. De az volt a terved. De hol, Botswanában, vagy hol? Nem, nem értem fel az ingatlan piacon.
Nem, egy nemzeti park közelében szerettem volna venni egy na, az megvan, kis akkor... földterületet. Tehát azóta Amerikában változnak a dolgok. És oda, és ott mit csináltál volna? Nem vettem meg. És a Yellowstone mellé a pasikot? Rengeteg olyan nemzeti parkja van Amerikának, ami gyönyörű, és ez a Joshua Tree National Park, és egyáltalán nem eladó, de a közeli részekben voltak olyan helyek, amik viszonylag olcsó, még magyar szemszögből is olcsón megszerezhető területek, és arra gondoltam, hogy milyen jó lenne, hogy nekem itt lenne egy darab földem, és ott, akkor ide is tartoznék egy picit. Ott New Yorkban van az a nemzeti park. Jó, ide jó. Nem, az a Central Park. A Central Park. Ott kéne venni földet. Ott egyébként ilyen jó. Figyelj, én ezt nagyon jó New York. Nagyon jó New York. A Central Parkban nem valószínű, hogy fogsz tudni föltelletet venni. Hát figyelj, kibéreltük a biciklit, azt mentünk körbe. Szóval nagyon jó volt. Ne, komolyan! Egy picit más sztori. De nagyon jó volt. Jó, csak azt mondom, hogyha megveszi a Nemzeti Park mellett, arra persze nem gondol, hogy utána az önkormányzat majd, mint ők Caracasból küldi a levelet, hogy hát kinőttek itt a gazok, és le kéne kaszálni, és oda menni kell. Hát az nem úgy van, hogy csak... Egy Nemzeti Parkot nem kell lenyírni. Mi lekaszálod a Nemzeti Parkot? Nem, hát hogyha mondjuk olyan, hogy hívják ezt, ami allergén növény. Parlagfű, tehát a parlagfű elszaporodik, akkor neki azt írtam. De pont attól nemzeti park, nem nyúlunk hozzá, hanem hagyjuk a természetet. A parlagfűbe. Bocsinak kicsit igaza van. Na. Bocs, most mondja neki! Vadászhatsz egyébként? Egy szexista és fiúnak lehet igazat, elnézést. Évi, neked ugye a legkomolyabb befektetésed ez a luxuskuka volt az ikából. Egyszer elmondom, vettem egy drága dolgot az életembe, és... Az érintős, ami kinyílva? Na, a feleségem is akar olyat, ami érintőm, és kinyílik magát a becsukolik. Figyelj, hozzánk jár a takarítónő, és mindig, nem hiszitek el, letérdel elé, és így takarítja, mert látja rajta, hogy ez... Ez valami. Ez valami. De a lényeg az nem erre spóroltam egész életemben. Szóval én egyébként, ha kérdeznéd, spórolok. De hogy mire, azt egyébként nem tudom már. Tehát, hogy volt egy célom, elkezdted és elfelejtetted? Nem, elértem, és igazából azóta se úgy vagyok vele, hogy akkor megveszem azt, amit egyébként most már megtehetném, hanem ugyanúgy, úgyhogy ilyen apró célokkal megyek tovább elő, és találtam egy másikat, tehát, hogy... Ja, tehát apró célok, nincs az, ha ez megvan akkor. De nincs, mert azt is elértem, tehát, hogy amit így kitűztem, úgyhogy most... De mi? Vettél egy... Mit tudom én, orosz dozert, vagy... Nem, nincsenek ilyen nagy vágyaim, tehát nincs olyan, hogy most... tehát nyilván nincs annyi pénzem, hogy a Rózsadom tetején egy 4000 négyzetméteres házat vegyek, de mondjuk vágyam sincs rá, őszinte leszek, de amiket kitűztem, azokat elértem, ezért most megtehetnék egy csomó mindent, de úgy vagyok vele, hogy még megyek tovább, mert lehet, hogy, tehát, hogy merek ötleten. Nagyobbat álmodni, aha. És inkább arra célzom ezt a történetet, ha nem jön össze, akkor meg... Akkor majd elköltik a gyerekeim. Hogyha nekem kéne mondani, bocsánat, valamit... És az kölcsön? Álmot! Mondj egy álmot! Petinek van egy álma? Én foci csapatot. Komplett foci csapatot. Aki de az egy gazdasági nyert. Vállalkozás, az de folyamatosan törődni kell. Nem, egy aki BL-t mennyibe kerül egy? Annyi az üres stadion szerintem. Figyelj, nem, aki BL-t nyert, olyat vennék. Tehát, aki BL-t, de annyi pénzzel sose lesz. Nem, nem, BL-t most kinyert. Mondjuk egy Bayern München. És meg akarod venni a Bayern nem, München. Csak hogyha lenne, akkor hogyha... Tehát hogyha mondjuk lenne egy célom, vagy egy mondjuk egy... De mi az Újpestben miért nem csinálsz hát, BL győztest? Tudod, mennyi pénzt kéne belerakni? Hát arra gyűjtesz. Mint a Bayern. Hát ez sose lesz meg. Szóval. De miért? Hát még élveznéd, hogy a tribünön ülsz, és ez az enyém? Ezek itt mindenki az enyém? Nem jól játszik, akkor jön a másik, aha, élvezném. Tehát mint tulajdonos szólnál bele az edző munkájába? Hát olyan játékosokat hoznék, aki... Lenne tehát magyar? Aki bele, aki be, persze, hogy lenne, nem aki vagyok rasszista. Mi? De akkor mondok egy jobbat, figyelj! Hát ez kész! Amivel minden... Én mondok egy jobb, kicsit lőd át a célt, és csináljál végre egy olyan nemzeti válogatottot, aki képes meccset nyerni. Mi most is nyertünk. Jó. De mi kijuthatunk az EB-re most? Van esélyed. Jó. Akik nyernek is. Jó, engedjük el a foci, Csanyi. Peti, neked de van... hogy engedjük el, a foci az köthető. Én rendben van, de most jön a következő. Neked van olyan befektetésed, amiről az Adri nem tud? Nincs. Persze. Nincs. Neked van dugi pénzed Ildi elől? Van. De hova rakod? Nem sokáig. Nem mondom meg a gyerekeknek semmi, azonnal megmutatja ezt. Figyelj, ez titok, ezt nem szabad anyának tudni. És adjuk, megjön az anyja azonnal. Anya, figyelj, van ám egy titkom. Nem áll. És már azonnal. Ez óriási. Tehát gyakorlatilag neked van dugi pénzed, amit a gyerekek mindig elárulnak Ildinek, amit tehát Ildi költ el. Át kellett rejtenem egy másik helyre, most már nem tudjuk. Most már nem. Ildinek is van egy ilyen, és van egy olyan doboz, amiben a közös pénz van. Rengeteg munka.
Fúja, elfáradt. Ja. Miért nem játszatok tisztán? Tisztán jó, játszunk. Ez jó. Tisztán játszunk, csak mindenki a saját dugi pénzéből ugye azt vesz, ami neki fontos. És mire gyűjtesz abból? Hát de miért, amit megkeresem, én nem tudod megmondani, hogy te neked ez fontos. És akkor például ez a kommunikáció. Mert minden a nagy közösbe megy, de ugye van mindig egy kis csúszó, ami megy a sajátba. És van ilyen, amire gyűjtesz most komolyan? Van, van. Ah. Láztam, de mi az? Nem, egyébként most, én mindig gumira gyűjtöm. Tudod, mennyibe kerül egy ilyen nagy dögre egy gumi? 300-400 ezer forint darabja. Én voltam, te nem? Én sejtettem, hogy nem arra a gumira, darabja. Azt nem merné bevallani. Meg azért a tankolása lehet nagyon olcsó a te esetedben. Jó, hát én azt kívánom nektek, Évi, hogy mindig legyen meg az újabb célkitűzés, te vedd meg a Bayern München, te egy nemzeti parkot, és neked legyen sok gumi az életedben. Köszönöm. Bocsi, hogy... de te nem mondtad meg, hogy mire gyűjtesz. Én a műsorvezető vagyok, és azt csinálok, amit akarok. Jó van. Köszönöm, hogy itt voltatok. Tényleg remek volt. Risztov Évi! Ugrankovics Juli! Kabát Keti! És Bárdosi Sanyi! Ez egy jó kör volt. Juli, ha újra akarunk, akkor ez egy repülőjegybe került? Vagy csak egy telefon? Telefon. Csak egy telefon? És hazajössz? De jó fej vagy. Hazajössz egy bocskorért? Neked ennyit fizet? Hát, bocs, hallod, nem tudok erre megfelelő tapsot adni. Én is elköltöztem, csak szólok. Utazási költséget számoljunk már. Ezt már megbeszéljük, jó? Én ugyanoddan jövök, ahonnan őtem. Hát akkor egy kocsival jöttök, nem? Mi most elbúcsúzunk, de csak egy hét múlva találkozunk újra. Viszontlátásra, jó éjszakát! Yeah!